Színvonalú magyar gombatermesztés a 90-es évek elején rendkívül jól jövedelmező kistermelői tevékenységgé vált. 1990 és 1999 között megötszöröződött az ágazat termelése, és a zöldségtermesztés exportjának egyharmadát tette ki. 2001-től aztán megtorpant a gombatermesztés, sőt vissza is esett. Azok ismerősen cseng. Mi magyarok nem álltunk készen az uniós versenyfeltételek teljesítésére. A 90-es években rendkívül ígéretesnek tűnő és látványosan fellendülő magyar gombatermesztésről akkoriban azt jósolták a szakértők, 2010-re ismét felsorakozhat a világ első közé. Azonban 2003 körül a dolgok egész más fordulatot vettek. A lengyel gombatermesztés elkezdett bővülni, és ezáltal elindult kifelé a piacokkal. Az osztrák, a német, a holland, a román piacokat egész kellemesen leterítették, és így sajnos a piacok szűkültek. A magyar termelésben nem sikerült olyan szintű fejlődést bevinni, amilyet szerettünk volna. Így a főleg kistermelőkből álló mészkőpincékben termelő ágazat az új versenyhelyzet és az állami támogatások miatt is rákényszerült a termelői és értékesítői szövetkezetekbe való tömörülésbe. A Champion Union TÉSZ 2003-ban jött létre, egy másfél milliárdos cég, amit üzemeltetünk, 120 darab termelőnk van, a termelők itt a környékben, szikla pincékbe, mészkőpincékbe üzemelnek, kistermelők, a kistermelőkért jött létre végül is a TÉSZ, hogy őket összefogja, ütőképesek legyenek a piacokon, megfelelő áron tudják eladni, és a göngyölegek beszerzésében segítkezik a TÉSZ. Természetesen az új helyzet a termelőktől is új hozzáállást követ. A TÉSZ-nek nagyon fontos, hogy 90%-ában exportra dolgozik, ezáltal nem a magyar piacokon jelenik meg a gomba. A kinti piacoknak megvan egy megfelelő kiszereltségük, ami minőségi követelményeket is jelent. Ehhez kellett, hogy felnőjenek a TÉSZ-en keresztül a termelők. A termelőnek meg kellett tanulni, hogy milyen minőséget szabad ebbe beleszedni. Ugyanakkor a világpiaci helyzet is folyamatosan változik, ami egyre nagyobb költségcsökkentést és fejlesztést követel. Sajnos a világpiacon a gombára visszazuhant, a multik és a külföldi piacokon is alapjában éve van egy megszabott ár, nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Ezen nagyon változtatni már nem lehet, próbálkozhat az ember, de nagyon nehéz. Nagyon sok akció van, amit teljesíteni kell, ezek mindig alacsonyabb áron próbálják felvásárolni a gombát. Ezt hogy lehet elérni, hogyha az önköltségeket csökkentjük? Az önköltség csökkentés pedig beruházást, azaz tőkét jelent, aminek a megszerzése nagyon nehéz feladatnak bizonyult a TÉSZ és termelői számára is. Nehéz helyzetben vannak a termelők, alapjában véve tőke hiányosak, mivel kevés a ráfordított forgóeszköz, ebből adottan át kell hárítani a termelőkre a multiknak a 45-50 napos fizetési feltételeit, így sajnos ők hátrányba kerülnek, és később jutnak a pénzükhöz. Ebből adottan, hát a befolyó pénzből és a hiányból adottan nehezebben tudnak fejleszteni, nehezebben tudják a termelést dotálni. Sajnos így elvisznek máshová is gombákat, nem minden a TÉSZ-hez kerül be. Folyamatos piaci ellátás kell, éves szerződéseik vannak, ezeket az éves szerződéseket teljesíteni kell. Hogyha a termelő nem olyan szinten áll, akkor sajnos ez nem igazán működik. S hogy mi lesz a következő lépés, illetve hogy van-e következő lépés, arról nagyon megoszlanak a vélemények. Ha nem lesz miből fejleszteni, akkor le fog maradni, és én úgy gondolom, hogy akkor a nyugati és a lengyel, és a holland, és egyéb termelők lesznek itt a piacainkon. Nem tudom, hogy mi lesz az út. A bankoknak fel kell ismerni azt, hogy hiteleket kell, hogy kihelyezzenek ahhoz, hogy működni tudjanak a gazdaságok. El kell dönteni, hogy szükség van ezekre a kis termelőkre, és hogy el kell dönteni, hogy ezzel a másfél milliárdos forgalomra, amit kiviszünk az országból, ezt fontos-e támogatni. Én úgy gondolom, hogy igen.